Jó estét kívánok, kezdődik a napi aktuális élőben Budapestről. Én nem Dobos Marian vagyok, lássuk mai témáinkat. Újra egyszámjegyű lett az infláció Magyarországon. Elemzők szerint a mostani 9,9%-ot évvégére akár 6-7%-ra is lehet csökkenteni. Lentner Csaba közgazdásszal beszélgetek a témáról. Jövőre felpöröghet a gazdaság, nőhetnek a bérek. Erről ugye Gulyás Gergely beszélt a Kormányinfon. De mi a helyzet a minimálbér tárgyalással? Nagy kérdés. És 35 napja annak, hogy a Hamász legalább 1300 embert megölt Izraelben. Breyer Péter és Veszprémi László Bernát lesznek a vendégeink, illetve ide a stúdióba várom Izrael-magyarországi nagykövetét. Kezdünk! Önök a napi aktuális látják Budapestről élőben november 10-én M. Dobos Mariannal. Tel Aviv után most Magyarországon is bemutattak egy 43 perces videót, amely a Hamász október 7-i vérengzéseiből lett összeollózva a felvételekből. Breyer Péter és Veszprémi László Bernát a vendégem. Jó estét kívánok! Szép estét kívánok, üdvözlük a nézőket! Mert hogy az urak ott voltak ezen az árt körülvetítésen, ugye ezen sem képet, sem hangot nem lehetett rögzíteni, ugyanakkor az ottani felvételeket meg lehetett nézni. Mielőtt belemennénk a részletekbe, ugye a Tel Avivi vetítés után a beszámolók szerint többen rosszul lettek, nagyon durva jeleneteket lehetett látni, és többen sokkos állapotba is kerültek. Most egyébként az urak hogyan érzik magukat? Én férfiasan be kell, hogy valljam, hogy amikor kezdő újságíró voltam az első terrortámadásokon, akkor a Szabad Európának voltam a közel-keleti tudósítója, az igazi Szabad Európának. Akkor teljesen nyugodt lélekkel tudtam azt mondani, hogy emberi testrészek pázelként szanaszét hevernek, és utána éjszaka tört ki rajtam. Most erre a vetítésre úgy mentem el, hogy fölhívtam a 95 éves jeruzsálemi professzoromat, hogy elmenjek-e, kitegyem el magam majd álmatlan éjszakáknak, és a vetítésből azt idézném, azt a képet, ami ugyanott nem hangzott el, de nekem valami belső hang azt mondta, gondolják el a kedves nézők, és most már este van, tehát gondolom gyerekek nem nézik az adást, látunk egy kibucot, egy békés kibucot, megáll három terrorista, és jön egy kutya, aki a farkát csóválja, tehát nem támadni készül, nem a gazdáját akarja megvédeni, és egy sorozatot enged bele. És nekem egy ilyen belső hang azt mondta, eszembe jutott, amit a Yad Vashem-ben láttam a gyerekek múzeumában egyáltalán, hogy úgy fogunk elválni veletek, mint ezzel a kutyával. Tehát ezek az ember szülötte, embertelen emberek még a házi állatokat sem kimélik. Tehát lehet, hogy ő nekik az kell, hogy ők szentek legyenek, és a túlvilágról kacsincsanak rá, és már is nem telepedek rá a műsorra. Volt egy másik, egy hangfelvétel, amit én már hallottam az izraeli közszolgálati rádióban, amikor telefonál az édesanyjának és édesapjának egy áldozat telefonján, és elmondta, hogy saját kezével és a vércsöpög a kezén már 10 zsidóval végzett, és nem azt mondják, hogy gyerek, hagyd abba, gyere haza, és fürödj meg, és elviszünk egy pszichiáterhez. Szóval, és utolsó mondat, erről Golda Meir jut eszembe, aki azt mondta, neked, mint történésznek biztos olvastad, hogy akkor lesz igazán béke a közel-keleten, és ez most már nem egy zsidó-arab viszály, nem egy palesztin és egy izraeli viszály, hogyha az az édesanyja ugyanúgy azt szeretné, amit már ebben a stúdióban is sokszor elmondtam, hogy gyereke ügyvéd, orvos, történész legyen, és nem szent a túlvilágon azért, mert zsidók vére tapad a kezéhez. Itt egy pillanatra ki kell lépnem a történészi objektivitásból, hiszen nyilván én is ember vagyok. Én nem bántam meg, hogy megnéztem, azt gondolom, hogy fontos, hogy láttam, ezekkel a dolgokkal szembesülni kell. Még nem tudok teljes képet adni arról, hogy hogyan érzem magamat, mert még nem kellett úgy aludnom, hogy láttam ezeket a képeket, majd meglátjuk, hogy
a következő hetekben hogyan fogok aludni. Hát engem családapaként különösen a gyermekek szenvedése rázott meg, ugye sajnos ez a videó, sajnos vagy nem sajnos, de hát kendőzetlenül bemutatja azt, hogy a legkisebbeket sem kímelték ezek a terroristák, tehát számomra a kiságyukban, pizsamájukban agyonlőtt gyerekek képe, vagy azok a képsorok, az a videófelvétel, ahol kisgyerekekre dobnak egy óvóhelyen kézigránátot a terroristák. Hát azt tudom mondani, hogy ugye történészként a holokauszttal foglalkozom, és azt gondoltam, hogy már mindent láttam, de a mai nap egyértelműen megtudtam, hogy még nem láttam mindent, tehát még vannak olyan dolgok, amik határozottan meg tudnak rázni, ezek is ilyenek voltak. Ugye majd érkezik hozzánk a stúdióba Izrael magyarországi nagykövete, és nyilván őt is fogom erről a filmről kérdezni, de a korábbi sajtóbeszámolókból az derült ki, hogy izraeli, vagy az izraeli hadsereg azért állította össze ezeket a felvételekből összeállított filmet, hogy megmutassák, hogy valójában ott mi történt, hogy ölték meg az embereket a kibucokban, milyen vérengzés történt, mert valahogy a narratíva az még mindig Izrael ellen van, és látjuk az európai tüntetéseket, nyugat-európai tüntetéseket, hogy palesztin párti, nagyon sokszor ez átmegy egy Izrael ellenes, aztán olykor antiszemita tüntetésbe, és hogy mutassák meg az embereknek, a világnak, hogy ott valóban mi történt. Mennyiben másabbak ezek a képsorok, mint ami eddig nyilvánosságra került a különféle hírügynökségeken keresztül? Hát én először is úgy helyesbíteném, hogy nem átmegy antiszemitizmusba, hanem az újkori antiszemitizmus az Izrael ellenség. És akkor egy pillanatra kiszállnék ebből a témából, és azt mondanám, hogy akkor, amikor nyugat-európai vezetők azt mondják a saját zsidó állampolgárainak, hogy vegyék le a kipát, vegyék le a nyakukból a Mágen Dávidot, akkor holnap azt fogják mondani, hogy akkor vegyük le a katolikus templom előtt a Mária szobrot, meg vegyük ki a gyereket a kezéből, meg vegyük le a keresztet, ez nem megoldás. Ez a gyűlölet, és nem akarok populista lenni, azt mondom, hogy ezek a tüntető tömegek holnap a szavazóurnákhoz járnak. Két hét múlva, egy hónap múlva Európába az Európai Unió vezetőit, képviselőit fogják megválasztani. Jaj ennek a világnak. Visszatérve arra, hogy az izraeli katonaság ezt a filmet közzétette, először is még nincs közzétéve normálisan, megkésve tették közre, és szerintem ezt kötelező lenne odaadni minden tévéhíradónak, mindenkinek, hogy megmutassák. Hisz Izrael mellett való és elismerés, hogy mi történt, ez a filmekből csöpögtetve körülbelül 3 napig hitték el, hogy igenis a zsidó államnak is joga van megvédeni magát. Ima a példaadásunk előtt 1,5 órával, 3 hét után az argentin elnök is, miután argentin kettős állampolgárok is ott vannak, végre azt mondta, hogy igen, a zsidó államnak kötelessége megvédeni polgáraikat. Tehát, hogyha ez a kérdés, Magyarország volt talán az egyetlen, aki konkrétan azt mondta, és erről nekem eszembe jutnak a tüntetések, hogy nem. Azt mondta a miniszterelnök, hogy ha engedélyezzük ezeket a tüntetéseket, akkor magát a terrort engedélyezzük, és lássunk csodát, én tőlem aztán tényleg távol áll a sorosozás, de hogy ő életében egy centet nem adott, és most ez vagy egy önantiszemitizmus, vagy én már nem tudom micsoda, tehát a szép lelkűek gyülekezete, ami a zsidók között is azért megvan, megpróbálják ezt nem megtörténni tenni, és a gyilkos Izraelt bemutatni, tehát szerintem ezt a filmet kötelező, de újból és utolsó mondat, Izrael minden háborúját előbb-utóbb drága áron, de megnyerte, de a média háborút idáig mindig elvesztette. Íme a ragyogó alkalom, hogy ezt a borzalmat, ami tényleg annélkül, hogy azt mondanám, hogy a Soá az nem, a Soával egyenrangú, hisz ennyi zsidót egyszerre még nem öltek meg, és ennyire még nem láttuk, hogy iparszerűen gyerekeket főbelőnek.
Én azt gondolom, hogy amellett természetesen mindennel egyetértek, amit Péter mondott, én azt gondolom, hogy az antiszemitákat nincs az a mennyiségű zsidó szenvedés, amivel meg lehetne győzni őket. Tehát itt nyilvánvalóan nem ezeket a tüntető tömegeket, ahol az antiszemitizmus egyértelműen megmutatkozik ezeknél a tüntetéseknél, tehát nyilván nem őket kellene meggyőzni. Teljességgel egyetértek azzal, hogy Izraelit elveszíti ezt a információs propaganda háborút. Sajnos nagyon-nagyon jól teljesítenek a palesztin narratívának a lózungjai, nem csak nyugaton, de hát nyilvánvalóan az csúnya szóval harmadik világban is, tehát láthatjuk, hogy a kairói Ammani utcákon tömegek tüntettek a Hamász mellett. Én történészként egy nagyon érdekes párhuzamot látok a holokauszt tagadás és az október 7-i események tagadása között. Szóval annak ellenére, hogy ugye a holokauszról is rengeteg bizonyítékunk van, mégis vannak olyan szélsőségesek, akik képesek a tényekkel szemben ezt tagadni. Itt is most ezt látjuk. Tehát akkor elképzelhető elnézés, hogy tulajdonképpen a 30-as évek jelennek meg az utcán? Mint hogyha újból kezdődne, mert nem tanultunk belőle. Én abszolút azt gondolom, hogy visszatérnek a 30-as évek. Igen. Ez azért érdekes, mert erről már több vendégünkkel is beszélgetünk itt a Napi Aktuálisban, és mindig valahogy idejük adunk ki, hogy visszatérnek a 30-as évek. Azok a 30-as De mi legalább évek, most az egyszer jó oldalon állunk. Azok a 30-as évek, amire azt mondták az elmúlt években, évtizedekben, korábban is, hogy soha többet. És most hirtelen itt van. Nem tudom, mennyire hirtelen, de hogy most itt van előttünk, és pár hét leforgása alatt egy óriási dömpinggel kell szembenézni. Hogyan? Hogyan jutottunk ugye, erről ide? A soha többéről egy amerikai zsidó író írta meg ezt a nagyon találó mondást, hogy mit jelent a művelt nyugat számára a soha többé, azt, hogy soha többé nem fog Németország 1945-ben zsidókat gyilkolni Európában. De nem jelenti azt, hogy soha többé nem fognak embereket lemészárolni azért, mert zsidók. És Németországban, ne felejtsük el, hogy volt Kelet-Németország és Nyugat-Németország, és ha megnézzük ma, hogy a Bundestagban lévő 73 tag melyik keleti megyéből származik, és hogy ők hogy állnak hozzá. Kíváncsi leszek, hogy a következő választások után, amikor ezek a úriembereknek nem nevezhető tüntetők majd szavazati joggal rendelkeznek, és már rendelkeznek, hogy mik lesznek az eredmények, és olyannek az öreg kontinensnek. Breyer Péter mindig hoz friss információkat, most már nagyon kevés időnk van, de azon túl, hogy műveleti szünetet jelentett be, vagy szüneteket jelentett be Izrael, van-e valami előrelépés? A műveleti szünetek nem jelentenek tűzszünetet. Itt arról van szó, hogy 1 millió palesztin, aki elnyomva van, és akit puskatussal és golyó általi halállal, meg elveszik az autójukat, menekülnek északról délre, vice versa, 1 millióan már biztos helyen vannak, ahol Izrael gondoskodik a gyógyszerellátásukról, vízről és a világon mindenről. Ugyanakkor viszont 240 ember még nem tud ilyenkor, sabatkor a családjával együtt lenni. Arról szólnak a hírek, hogy 100 tuszt elképzelhető, hogy fogolycserére kerül sor. Jobb, ha nem beszélünk róla, de dolgoznak rajta, és ugyanakkor meg kell, hogy azok a nézők tudják, hogy amikor ENSZ-ről beszélünk, akkor nem egy jó emberek gyülekezetéről van szó, hisz ezelőtt egy órával közreadták, hogy az UNRWA-nak 100 alkalmazottja lelte halálát a borzalmas izraeli öldöklésben. Elfelejtik azt, hogy ezek helyi alkalmazottak voltak, akik fegyvert fogtak és a Hamaszt támogatták. Egy rövid gondolat, hogy ha már arról beszélünk, hogy az online térben vagy kommunikációs térben elveszíti Izrael a versenyt, meg tudja-e fordítani az ilyen jellegű filmekkel, videókkal? Én attól tartok, hogy valószínűleg nem. Tehát itt olyan világnézeti problémák állnak fenn a nyugati újságokban tüntetők, diákok között, amely az elnyomottakra automatikusan jóként, az elnyomóra automatikusan rosszként tekintenek, és ők valamilyen oknál fogva azt gondolják, hogy Izrael elnyomó. Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.